2003, a Szent László Parkban Farkas Béla, Szalk község polgármesterének tárogatón megszólaltatott dallamaival vette kezdetét a megemlékezés a felvidékről kitelepítettek emléknapján. Ünnepi beszédében Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője kiemelte, a magyarok számára a Benes dekrétum csak megaláztatást jelentett. 2012. december 7-én döntött arról egyhangulag a parlament, hogy a felvidéki kitelepítetteknek is legyen emléknapja. Emlékezzünk meg arról a történelmi eseményről, amely a felvidéki magyarság egy részének a kiűzetését jelentette abból a szülőhazából, ahol 1000 éve éltek. 1946-ban fogadta el a két kormány, illetve hát Magyarországra ráerőltették a csehszlovák-magyar lakosság cserét, és ennek értelmében 1947. április 12-én, éppen 75 évvel ezelőtt kezdődött meg a kitelepítés, a kiűzetés, és így a Dél-Dunántúlra is több ezer felvidéki magyar család került, leltek itt új hazára. Tolna megye 109 településéből 57 településre jöttek, és kezdtek el házat, hazát kialakítani saját maguknak. Forró Krisztián, a felvidéki pártelnöke elmondta, hogy fájó emlék számukra április 12-e, azonban a kitelepítések borzalma összeköt minket. Talpra álltak, megőrizték a magyar kultúrát, hagyományokat és anyanyelvüket. Ahogy fogalmazott, a felvidéken magyarul beszélnek, álmodnak és imádkoznak. Az ünnepi műsorban közreműködött a kaposszekcsői fúvós egylet is. Megemlékezés alkalmával Sátor Edéné, a Dombovári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete gyöngykoszorú csoportjának tagja egy verssel készült, Mágocs képviseletében pedig Golyákné Sziveri Helga állított színpadra egy műsort. Ezt követően Csula Gábor diakónus tolmácsolta Felföldi László püspök úr gondolatait a megjelenteknek. A Szent László Parkban az emléknapon a felvidéki leszármazottak által állított kopjafánál helyezték el koszorúikat a települések polgármesterei, szervezetei és a felső szeliből érkezett delegáció képviselői. Dombovár, Mágocs és Kaposszekcső is érintett volt a szlovákiai magyar lakosság felvidékről való kitelepítésében. Ez adott okot arra, hogy közösen emlékezzenek a szomorú történésekre, tudtuk meg Dombovár város polgármesterétől, Pintér Szilártól a rendezvény következő helyszínén. Felvetődött még tavaly az év végén ennek a kerekéfordulónak a megünneplése, illetve megemlékezése. Tekintettel, hogy az elmúlt 30 évet Baranyi megyében töltöttem, és ebből adódóan Mágocs, és ezen a részen nagyon nagy helyismeretem van. Eszembe jutott, hogy itt vagyunk egymás mellett települések, és alapvetően Kaposszekcső, Mágocs, azaz a két település, ahol többségébe telepítettek felvidékről. Ezért megkerestem polgármester asszonyokat, és közös nevezőre jutottunk, és ennek a mai nap tettük fel a koronáját ennek a megegyezésnek. Azt gondolom, hogy a Szent László Parkban ennyi ember megemlékezésén még soha nem vett részt, és a színészterem is megtelt, hiszen a fiatalok idejöttek nagy számba, és kíváncsiak az előadásra. Remélem, hogy méltóképpen tudtunk visszaemlékezni 75 évvel ezelőtt történt tragédiára, hiszen a magyarság életében ez egy olyan fordulópont volt, sok-sok fordulópont mentén, amikor megint a kollektív büntetés áldozata lett a nemzet, és nyilván ez több mint 100 000 embert érintett a felvidéken, akik Magyarországon találtak új hazára. Dombovár egy elosztó központ volt a deportálás során, mesélte Petes Janka, aki sokat kutatott e témában. Itt állt meg a vonat, ami elindult Érsekújvárból az első szerelvény április 12-én, és itt rakták az embereket át, és vitték a környező falvakba teherautókkal, és Mucsitól kezdve a különböző falvakba. Aztán az iparosodás hatására a gyerekek és a fiatalok beköltöztek Dombovára, mert itt volt munkalehetőség. A megemlékezés másik szervező települése Kaposszekcső, ahol a kitelepítésben érintett 53 család, körülbelül 100 fő él, tudtuk meg Badáti Csiba Zsuzsanna polgármesterasszonytól, aki testvér településük vendégeskedéséről is mesélt.
Gyakorlatilag közös volt folyamatosan az egyeztetés, hogy mi legyen, milyen programok legyenek, hogyan. Nekünk van egy zenés múltunk Kaposszegcsőnek, úgyhogy ez evidens volt, hogy mi ezzel veszünk részt, illetve van egy testvérterepülésünk Felsőszeli, és a tavalyi évben nyertünk már támogatást az ő ideutaztatásukra az iskolának a jövetelére, és ez tavaly sajnos a Covid miatt meghiúsult, de mikor máskor lehetett volna a legjobb alkalom, hogy jöjjenek, mint most, és akkor a kellemest a hasznossal összekötve a gyerekeket úgy hívtuk, hogy ne csak a jó kis szabadtéri és a szabad programokban vegyenek részt, hanem részt vehetnek ezen is, hiszen ez a testvértelepülési kapcsolat nem jött volna létre, hogyha ez a szomorú esemény nem történik meg 1947-ben, 48-ban. Igazán szívszorító pillanatoknak lehettek fül- és szemtanúi mindazok, akik a kaposszegcsői testvértelepülés Felsőszeli delegációjának képviseletében érkezett László Ildikó iskolaigazgató által megosztott visszaemlékezéseit meghallgatták. 1946. február 27-én kiírták a kitelepítést. A gazdagabb családok fehér levelet kaptak, ők mehettek Magyarországra. Itt nálunk felértékelték a vagyonukat, úgy tudom, az ingóságot vihették magukkal, és ott nagyjából ugyanazt az értéket megkapták. Magyarországról jöttek helyettük azok, akik ott szlovákoknak hallották magukat. A szegényebb réteg, azok voltunk mi, megkapták a kitelepítéses levelet Csehországba. Mi ránk 1947. február 19-én mínusz 29 fokos hidegben került sor. A visszaemlékezést édesanyja gondolatai mentén tolmácsolta a közönségnek a deportálásról. A felvidéki magyarok kitelepítésének 75. évfordulóján a Veszprémi Petőfi Színház "Ha az a bűnöm, hogy magyar vagyok, hát vigyenek" című előadása zárta a megemlékezést Dombováron.